lelkem sem húrja minden egyes nappal tovább feszül. Egy újabb szürke rabbá váltam, tárt karokkal vár a sűjjesztő. Üres tompa képen verődik vissza minden kurva tükörről. Nem értem, értem, azt hittem eddigre. Átlátom, hogy mi a game, de minden megteszek a célért. Viszont miért maradnék élénk a minden próbálkozásom és tettem. Csak bent tart a munkahelyemen, elégetem a pénzem. Ezért a nemes érdekért, hogy segítsek hasonló helyzetekben ragadt embereken. De egyszerre olyan, mintha csak magamért csinálnám az egészet. Hogy feloldódjak egy pár percre, amíg elhitetem magammal, hogy irányítás alatt tartom életem. Erősségén kovácsolom a gyengeségeim, kilistázom minden cselekedetem, majd kiemelem mindent tettem, ami felelőtlen. Mérlegelem, melyikre van szükségem és melyikeket kéne elengednem. Mivel idővel csak a felelősség növekszik, nem nézhetek csak befelé. Amíg családom csak egy hívás szeretne megejteni, de a telom csak rezeg az asztalomon minden szerda este. Mert én természetesen csak testben vagyok jelen, lelkem idő utazik, próbálja felkutatni, miért vagyok olyan, amilyen. Hogyan tudnék felülkerekedni a gyengeségeimen? Miért vagyok még mindig képtelen arra, hogy megfogalmazzam, mi a fasz nyomja a szívem? De ahogy repülnek az évek, muszáj lesz elfogadnom, hogy az életem a saját felelősségem. Én vagyok minden, amire valaha szükségem lehet. Amíg nem hagyom el magam, addig minden is rendben lesz. Viszont nem feltétlen, csak én aratom le a vetésem. A szeretteim is itt vannak velem ebben a kietlen jelenben, és tartozom nekik annyival, hogy legalább kétszer átgondolom, mi lehet velem. De sajnos a társadalmi nyomás azért kicsit erősebb. Akármit teszek, ugyanúgy üres leszek. Szóval igazából mindegy, egy pár óra élet. Mi a legrosszabb, ami történhet?